hogy 97-ben ugye elindultak a kereskedelmi televíziók, Peták István volt az elnök, akkor mindenhol új vezetők lettek, meg is szüntették a kölyökidőt, és nem is ez a lényeg, hanem azt mondta akkor a Peták úr, ebben nagyon nagyot tévedett, hogy nem kell külön felkészülni nekünk arra, hogy... Bocsánat, igen, hogy nem kell külön felkészülni arra, hogy a kereskedelmi televíziók majd elindulnak, mert a nézők majd most elpártolnak, aztán visszajönnek. Hát nem nyert ebben a kérdésben. Tehát semmi olyan koncepció nem volt, ami arról szólt volna, hogy azt a kihívást, amit egy kereskedelmi televízió jelent, azzal hogy kell szembenéznie a magyar közszolgálati televíziónak, és akár nekünk is, mint gyerekműsorok, semmilyen. Egyszerűen nem is volt róla szóbeszéd. És ugyanakkor a pályázatokat be kellett adni a kereskedelmi televíziókhoz, és mondjuk jól esik, hogy mind a két tévéhez a kölyökidővel pályázott, aki pályázott, vagy két producer is felkért minket, hogy csináljuk ezt. Ők aztán összevesztek, minden esetre akkor Sándor István egy egész pakkot készített gyerekműsoroknak a TV2 számára, ebben meg is nyerte ott akkor a pályázatot, és kiderült azonban, hogy a dolog egyáltalán nem működik. Ez egy másik világ, másképp áll a gyerekhez, a másképp használja a gyereket, hogyha nézd meg most, szóval avval az én ízlésemmel, vagy az én hajdani televíziósságommal az ének iskolája, az nem egy elkészíthető műsor. Holott most meg sikeres, és jó, és csinálják, és nem kéne ilyen módon nézni. Tehát sok minden van, amivel nem ért egyet az ember, meg amit szeretne még, de hát mivel most már nincs semmi, így aztán akármit mondunk is, ez a dolog másképp működik. Nem véletlenül az Árpa Attila féle kalózós, ordítozós műsor jött be az RTL klubnak, mert az valami más volt. Az attól, hogy kalóz volt, attól, hogy a Rita ordított, attól valami szokatlan lett, és ebbe az egész kereskedelmi közegbe másra volt szükség, nem arra, amit már a közszolgálatin megszoktak. És hát ki kellett volna találni a közszolgálatin is egy koncepciót, mert utána is, mert aztán én fél évig dolgoztam a Sándor Istvánnak, és utána úgy jöttem vissza a televízióba, mint el sem mentem volna, akkor volt az űrzavar, hogy senki nem vette észre, hogy nem voltam ott. Éppen meg is voltak rám sértődve, nem is kerestek, és még el is telt egy jó fél év, amíg nem használt senki semmire, és akkor egyszer valamilyen magazin, már hogy változott megint a felső vezetés, és valamilyen magazin műsor nem működött, és akkor a Farkas Eszter azt mondta, hogy próbálj megcsinálni valamit, és akkor így kerültem oda.